Testájanként követhető módon befotózhatjuk ezeket az anyajegyeket, és a nagyított képeket elemezni lehet különböző szempontok szerint. A szabálytalanság foka, ha elér egy bizonyos mértéket, akkor merül fel az elfajulás lehetősége. Ezen az anyajegyen azt látjuk, hogy szabályos mind alak, mind méret, mind szín szerint. Ennek a 12 éves kamasznak az anyajegyével kapcsolatban nincs teendő, teljesen normális. Érdemes azonban rendszeresen önvizsgálatot tartani, és a melanóma megelőzése érdekében figyelni az elváltozásokra. Ha valamelyik anyajegye valakinek megváltozik, általában furcsa alakúvá válik, szabálytalanná válik, vagy lakfeketévé válik, vagy mint egy vérző vérhólyag olyan sérülékenyé válik, és ő ezt észleli, akkor mindenképpen érdemes mi hamarabb megmutatni bőrgyógyásznak, mert még az is lehet, hogy nem kóros elváltozásról van szó, de amennyiben kóros, akkor a mi hamarabbi felfedezés biztosítja a jó kezelési lehetőségeket. Nyáron nem csak az anyajegyekre kell különösen nagy figyelmet fordítani, az egész bőrünket érdemes védeni. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egyetlen ruhánk van egy életre. Tehát tekintsünk úgy bőrünkre, mint legértékesebb öltözékünkre, muszáj védeni, mert nem lehet lecserélni. Összeadódik a napsugárzás hatása egy életen át. Elsősorban gyermekkorban nagyon-nagyon fontos vigyázni a fényvédelemre, de a felnőttkori napégések, napsugárzás hatása is összeadódva napkárosodás tüneteihez vezethet. Ez lehet egy egyszerű esztétikai probléma, pigmentfolt, öregségi foltok, és innentől egészen a legagresszívebb bőrrákokig leginkább a tűző nap, a napégés vezet ezekhez. Tehát amikor óvakodunk a tűző naptól, a fénytől, a megégéstől, akkor mindezeket igyekszünk ezzel elkerülni. Ennek nulladik lépése a megfelelő hidratáltság, vagyis a napi 3-4 liter folyadék elfogyasztása. Nyáron a bőrünk védekező képességét belsőleg is támogathatjuk A, C, D és E vitaminnal. Fizikálisan pedig a napszemüveg, a kalap, a hosszú, légelteresztő ruházat nyújthat védelmet. Arcunkra és szabadon maradt testrészeinkre pedig használjunk legalább 30, de akár 50 faktoros fényvédő készítményeket. Az nagyon fontos, hogyha azt szeretnénk, hogy elérje azt a biztonságos fényvédelmet, az a krém, amit használunk, akkor megfelelő mennyiségben kell használni adott pillanatban, és 2-3 óránként csökken a hatékonysága, tehát után is kell pótolni. A bőrgyógyász azt is elmondta, a felelőtlen napozás az első számú provokáló tényező, ha a ráncokról van szó, ugyanis jelentősen csökkenti bőrünk természetes rugalmasságát.